Please fasten and adjust your seatbelt. Jaj, ne! Szóval, akik csak most csatlakoznak be a sztoriba, egészen pontosan Shanghaiba utazom, méghozzá a párizsi átszállással Budapestről, és most szállt fel a repülőgép, ami azt jelenti, hogy körülbelül 11 órát fogunk utazni, méghozzá nem a létező legjobb helyen, ugyanis itt van a WC, és itt ülünk mi. És a fal előtt ülni azért hatalmas szívás, mert nem lehet rendesen hátra dönteni az ülést, ami azt jelenti, hogy még a kényelmetlennél is egy kicsit kényelmetlenebbül kell utazni, viszont jó ír az, hogy ha hátra is döntjük, akkor senkit sem fogunk felhúzni vele, mert igazából ugye nem ül mögöttünk senki. Egyébként magyar idő szerint kb. Dél van, viszont Shanghai idő szerint meg már ilyen este 8 körül, és az a titka egy utazásnak, amikor sok időzónán keresztül repülünk, és valahova teljesen máshova érkezünk meg, mint ahonnan indulunk, idáig egyébként a legtöbb hosszú utazás az ilyen, hogy át kell állítani az óránkat a repülőgépen az ottani időre, ahol éppen megérkezünk, és el kell kezdenünk úgy élni, mintha ott lennénk, akkor lehet, hogy megúszuk azt a rettenetes jetleget, ami az ember napokra kijuti, ami annál is inkább fontos, mert amint megérkezünk, elkezdünk forgatni, meg mászkálni a városban. És az utasok is nagyon-nagyon intelligensek, mert mindannyian lehúzták a sötétítőket, hogy úgy érezzük ideben, mint a sötét lenne, nem pedig len délután fél egy. Csak a rötyi lehetne egy kicsit messzebb. Meg a fal. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. Gyors bejelentkezés. A gépen van wifi, amin azonban vagy nem jön be semmi, vagy csak valami kínai oldal. És ott jön a kaja. Ami délután fél kettőkor is vacsinak hívnak, nagyon helyesen, hiszen Kínában fél kilenc van. És azt hiszem, hogy egész Kínában fél kilenc van. Legalábbis a földre a szanárom annak idején valami olyasmit mondott gimnáziumban, hogy egész Kína egyetlen időzóna. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. Kérdeztem, hogy mi a menü állítól a kínai. It's against the law. It was against the law. Or what the mama saw. It was against the law. És a gép legvégében vagyunk, itt lehet is látni a kondenssík képződés jelenségét, ami valójában persze arról szól, hogy a gyíklények ennek a segítségével pusztítják el a bolygó lakosságát. Ennél egyet tudományosabban valójában csak kicsapódik a vízpára a levegőből, a hajtómű mögött, amit most nem látunk, mert arra fele van. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. És már itt is vagyunk a Shanghai repülőtéren, és itt van az ideje, hogy végre bemutassam az utitársamat is, aki most kivételesen nem Robi, mert neki másfajta elfoglaltsága akadt, hanem az apám, aki egyébként világutazó és fotóművész, meg operatőr is, szóval ideális társ egy ilyen útra. Szóval akik régóta nézegetik az utazós videóimat, azok pontosan tudják, hogy én alapvetően magamnak szoktam szervezni az utakat, úgyhogy amikor az Invia megkeresett azzal, hogy működjünk együtt és vegyek részt olyan utakon, amiket ők szerveznek meg nekem, akkor eleinte zavarban is voltam ezzel kapcsolatban, és nem is nagyon tudtam, hogy hova tegyem ezt az egész történetet.
Aztán elkezdtünk beszélgetni, és néhány határozott előnyre hívták fel a figyelmemet. Például arra, hogy most itt vagyok Kínában, ahol vagy beszélik az angolt, vagy nem, de az emlékeim szerint inkább nem. Minden esetre azért egy külföldinek egy kicsit problémás itt eligazodnia, viszont nekem most nem kell taxit keresnem, hanem csak egy táblát, amire az van írva, hogy... Szóval, hogy egy ilyen táblára ki van írva a nevünk. Mindig is arra vágytam, hogy így legyen kiírva a nevem egy repülőtére. Nem annyira ideális az időjárás a délutáni programra, amilyen felhőkarcoló látogatás lenne, viszont a kísérőnk Ying elmondta, hogy meg tudjuk cserélni a programot, és nem megyünk fel egy felhőkarcolóba ma, onnan nem látunk semmit, hanem kitalálunk valami teljesen mást, és majd holnap felhőkarcolózunk. Viszont az a baj, hogy én nem tudom, hogy mit lehet kitalálni ilyen időben. De van esőkabátunk, meg esernyőnk, úgyhogy majd valahogy megoldjuk. Legfeljebb bemegyünk egy kínai büfébe, és ott fogunk végig zaválni, ami végül is egy egész jó program. Now when the radical priest come to get me released, we is all on the cover of Newsweek. Aminek az előbb annyira megörültem, és amit a képen nem lehetett látni, mert annyira gyors volt, az a maglev vonat, ami a repülőtér és Shanghai belvárosa között közlekedik ilyen 435 km/órás sebességgel, és hát nyilvánvalóan, amikor én ezt megpróbáltam elkapni kamerával a hátsó ablakon keresztül, akkor sok értékelhető felvétel nem készült, de azért látszik rajta a vonat, és hogyha minden igaz, akkor ezt is ki fogjuk próbálni, ameddig itt vagyunk. Teljesen értelmetlenül, mert hogy a reptérről a városba autóval megyünk, egyébként sokkal kényelmesebb, mint azzal vonattal, mert az megáll valahol 15 km-re a szállástól, viszont csak azért, hogy legyen róla videó, szerintem majd felpattanok rá, eljövök a reptére, aztán vissza a városba, aztán taxival vissza a szállásra. It's raining today 7 bis 10 degree, for tomorrow 14th match is cloudy 5. Pont arról beszélünk, hogy annyira rossz az időjárás, és semmi értelme felmenni a toronyon, mert 300 méter fölött semmit sem lehet látni, és 400 méterre mennénk, úgyhogy átrakják hónapra, és ez tök jó. Én azt hittem, hogy ennél azért valamivel problémásabb a programcsere egy ilyen kötött útnál, de nem. Igazából megérkeztünk, mondta, hogy esik, és mi lenne, hogyha holnap mennénk, meg mondtuk, hogy mi lenne, hát menjünk holnap. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. Hétfő reggeli dugó. Csak egy 17 milliós városban ez egy kicsit más milyen, mint otthon bárhol. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. Eljöttünk. Kellemes kis liftecske, mi? Wow. Ez nagyon kellemes. Elég nagy szobánk van, ami azért Shanghaiban nagy szó, és hogyha a kilátást nézitek, jó, mondjuk ez itt egy szeméttelep alattunk, viszont hogyha egy kicsit távolabbra nézzük, az nagyon kellemes. És tudunk meleg vizet csinálni, mert azt jelenti, hogy le se kell menni a kávéért, mert hogy van instant kávé. Konkrétan az történik, hogy megkérdeztünk valakit az utcán, hogy merre van az egyes metró. Nem értette, hogy mit kérdezünk, elővette a telefonját, felhívta egy ismerősét. Ő fordított nekünk, elmagyarázta neki, hogy mit gondolunk, mit értünk egyes metró alatt, és most elkísér minket az egyes metróig. Iszért jó fej. Oké, okay, thank you, bye! Nagyon örülünk, hogy nem a 3-as, 4-es metróval megyünk, mert oda egy kicsit sokan várnak. És már itt is vagyunk a metróban, ami egyáltalán nem olyan hátborzongató, mint amilyennek az ember gondolná. Simán megvettük egy automatából a jegyet 120 forintért, mert ennyibe kerül egy szakaszjegy, és mindenki van írva angolul, úgyhogy tök könnyen lehet közlekedni. És látjátok, ilyen jó pofa kis üvegajtók választanak el minket a metrótól, és csak akkor nyílik ki a kapu, hogyha itt a metró. Ez a lány megsegített kijutni a metróból. Amint meglátta, hogy elakadtunk, segített nekünk. És ez a városrész itt körülöttem a francia városrész, amit meg is lehet ismerni a hangulatáról, mert hogy tipikusan nem kínai. És ez a városrész úgy jöhetett létre, hogy Shanghait, mint sok más várost a világon, az európai nagyhatalmak felosztottak egymás között. Ez az ópium háború környékén történt, amikor a britek rájöttek arra, hogy ő nekik kellene egy kis darabka Shanghai, aztán amikor nekik sikerült ezt elérniük, és sikerült kiszakítaniuk egy darabot a városból, ahol szabadon áruhatták az ópiumot. Tegyük hozzá, hogy a császár nem önként ment bele abba, hogy áruhassák az ópiumot ebben a városrészben, hanem azért, mert elkezdték ágyúzni a várost a britek. És aztán vérszemet kaptak a franciák, és arra jutottak, hogy igazából nekik is jó lenne egy darabka Shanghai, úgyhogy létrehozták itt ezt. Ami nagyon szép állapotban megmaradt, és tényleg olyan, mintha Európában mászkálnánk. Nézzétek csak! A
hát ez nem volt rossz. Sőt, ez nagyon-nagyon jó volt. Most már csak egy kis kávét kéne találni, mert nem akarom kiszámolni, hogy mennyi ideje vagyunk ébren, de körülbelül szerintem olyan 27 órája, és ez sok. Főleg most, hogy telezabáltuk magunkat ezzel a levessel. Úgyhogy keresünk egy kávét. De ha nem találunk, akkor meg nézelődünk, mert minden nagyon szép. És Annának meg Marcinak meg is van az ajándék, méghozzá innen. Érdekes látni a kínai elitet, akármerre mászkálunk, azt látjuk, hogy próbálnak úgy élni, mint az európaiak. A nagyon gazdag kínaiak, azok európai éttermekbe járnak enni, európai kávézókban ülnek, európai ruhákat viselnek. Viszont a nem nagyon gazdag kínaiak, azok igazi kínai helyekre járnak, és azok a helyek tényleg nagyon faszák. És még egy apróság, pontosabban nem is olyan apróság. Bármilyen nyilvános rötyibe mész be, áll ott egy ember, aki amint végeztébe megy utánad, körülnéz, hogy minden tiszta, és ha nem, akkor kitakarítja a helyet. Tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl. Felhőkarcolók. Park. Felhőkarcolók. Park. Valami rémlik? Ez a hely a legcentrál parkosabb hely a világon, a Central Park után. Ez itt a leghatározottabban nem a mindent lehet tó. Könyörgöm, még belenyúlni se lehet. Nem tudom, mi csak úgy megkívántam. Még mindig nem tudom, hogy mi, de azt tudja, hogy van benne valami hús, van benne valami zöldség, meg egy csomó cukor. Az ott a világ második legnagyobb felhőkarcolója, az nem tudom hányadik, az viszont itt a harmadik Shanghaiban, és holnap elvileg felmegyünk a tetejére. Ma mentünk volna, csak nincs olyan szép idő. I'll give you eyes of blue. I'll give you a man who wants to rule the world. Na hát most, hogy körülbelül 32 órája talpon vagyunk, vége is van az első shanghai napunknak. Én még nem fogok lefeküdni aludni, hanem most felmegyek és megvágom ezt az adást. Aztán holnap még izgalmasabb helyekre fogunk elmenni, mint ma. Ma ugyanis igazából csak alibiztünk, és próbáltuk kitölteni az első napot valamilyen programmal, holnap viszont meglátogatjuk a történelmi városrészt is. Meg kajálunk, meg még kajálunk. Most viszont egy kicsit lepihenek, miután vágtam az adást, és feltöltöttem nektek. Mert fel tudom tölteni. Pszt. Sziasztok!